Sziasztok! Na, ezt a vizet videót azért készítem el nektek, mert elég sok szor szembe jön velem, hogy rengeteg kis pici csiszolófejet használtok el a manikűrözés során. Mármint ugye ezekre a kis csiszolófejekre gondolok. Ugye hát ez egy nagyon nagy probléma, hogy ezeket a csiszolófejeket, vagy ezeket a kis gyémántporosokat hogyan fertőtlenítsük és tisztítsuk ahhoz, hogy sokáig jók is legyenek, hiszen ezek a kis csiszolófejek, ezek a gyémántporos fejecskék sajnos elég hamar berozsdásodnak, és ugye elveszítik a használhatóságukat. Hát, ahogy én szoktam tisztítani őket és fertőtleníteni, ugye azt szeretném nektek megmutatni, hiszen sokszor szembe jön velem, hogy mondjuk rendeltek 4-5 darab ugyanolyan típusú csiszolófejet, és hát a miért is? Hát gyerekek, én nem tudom, és egy ilyen csiszolófejet én elhasználok egy olyan 2-3 évig is akár, és akkor nem is értem a miértjét. Szóval ezért is hoztam ezt a videót nektek, tartsatok velem! Kedvenc manikűrfejeim, azok nagyjából ugye ők lennének. Hát, hogy melyik honnan és melyik márka, az most nem tudnám megmondani, hiszen elég sokat vásárolok mondjuk a Crystal Nails-től, a Brave Bird-től, a Perfect Nails-től, de leginkább a csiszolófejeim nagy mennyisége az AliExpress-ről származik, hiszen nagyjából ugyanazokat tudják, mint amiket drága pénzért ugye lehet bevásárolni, megvásárolni. Vannak bevált fejek, amiket szeretek használni. Minden vendégnél ugye más és más, ami számomra megfelelő, hiszen minden vendégnek másmilyen a bőrtípusa, másmilyen a bőr erőssége, mekkora a zsebe, stb. Stb. Tehát ugye tudjátok, mindennek oka van, miértje. Gondolom már ti is észrevettétek, hogy amikor elkezded a bőrt a körömlemezről eltávolítani, a csiszolófejünk egy kicsit így nem viszi a felületről, amit ugye kell vinnie, ugye a bőröcskéket nem szedi le alaposan, hanem olyan, mintha a szennyeződésektől egy kicsit így elmenne a felület fölött, és ugye nem ereszel. Na most ez ugye azért van, mert ugye tele van szennyeződéssel a csiszolófejünknek a gyémántporos része. Mivel szennyeződéssel telített, ezért sajnos úgy érzed, hogy elkopott, elhasználódott. Viszont ugye nyilván ez nem így van, hiszen ugye ezek egy elég erős fémből készített csiszolófejek, amik akár elég sokat kibírnak, feltéve, ha vigyázol rá nyilván, és nem rozsdásodik el. Na most ugye általánosságban azt szoktuk csinálni, hogy használod, jön a következő vendég, leteszed a papírtörlőre, lefújod fertőtlenítőszerrel. Én nagyon sok ilyet láttam már, és ez igazából nem megfelelő, hiszen ugye a kis köröm vagy bőrrészecskék ugye bent vannak a szemcsék között, és sajnos ugye ez egy eltömítést okoz. Ugye ezt hívom mi most szennyeződésnek, ugye ezt mindenképpen fertőtlenítés előtt el kell távolítani, azért, hogy ne fújjuk rá az alkoholt, fertőtlenítőt, gombaölőt, vírusölőt, tök mindegy, hogy mit fújunk rá, hogy ne még jobban beleegye magát a részecskék közé, vagy ugye a szemcsék közé, ugye ez a szennyeződés, hanem előtte szépen meg kell tisztítani. Na most, hogy én hogyan is tisztítom és mivel is, azzal mindjárt jövök. Szeretném bemutatni nektek, ugye a Crystal Nails-nek egy ilyen ultrahangos tisztító szerkezetét, ugye én ezt használom. Semmi extra, az AliExpress-ről közel hasonlót is tudunk rendelni, tehát ugye ez már egy adott, a szakmánkban egy elég régóta adott egy kis herkentyű-szerkentyű. Na, hogy mit is rakok bele, az nem lehet más, mint csak víz, drágák, víz, semmi fertőtlenítő, semmi. Jó, én ezt most egy üvegbe beletöltöttem, látjátok, szépen fel fogom önteni a vizet annyira, amennyit én szeretnék belerakni. Fogom a kis csiszolófejemet, fejeimet, szépen belerakosgatom. Ugye ezek mind jelenleg használt csiszolófejek. Na, elindítom a gépet. Sajnos a telefonom nem jól vette itt a hangot, így lenémítottam az alaphangot. Jó, ezt a vibrálást az én mikrofonom nem bírta, de itt a videó lehet látni, bár nem biztos, hogy látjátok, ahogy fel van töltve az internetre, hogy bontja ki az ultrahang rezonálása a részecskéket a szemcsék közül. Itt ugye beleraktam egy használt fejet, és puff, látható volt az, ahogy így kirobbant belőle a por. Jó, igazából ez lett volna a lényege. Ha már lejár a program az ultrahangos tisztítónak, szépen fogunk egy papírtörlőt, úgy, le is teszem, és szépen ki fogom belőle szedni ezeket a csiszolófejeket, hogy ne rozsdásodjanak bent a vízben. Mivel sokszor előfordult, hogy sikerült bent hagynom a vízbe, ezért sajnos előfordultak nálam is, hogy sajnos ugye elrozsdásodtak ezek a csiszolófejek, hiszen hát lássuk be, nem mindig van időnk ezzel foglalkozni, és ami most hirtelen a fejedben van, az nem biztos, hogy később ugye megint a fejedben lesz. Szóval volt már olyan, hogy egész éjszakára bent hagytam ugye a vízben, és bizony berusdásodott már reggelre sajnos ezek a dolgok, amiket bent hagytam az ultrahangos tisztítóba. Na most ez ugye csak azokat a kis részecskéket, darabokat, szennyeződéseket bontja ki a csiszolófejből, amik vízzel oldódnak, vagyis puhulnak, tehát ami tudja tisztítani a víz, tehát csak azt a problémát fogja megoldani. Viszont ha
belementél egy zselébe, belementél egy olyan anyagba, amit ugye a víz nem old, és nem tudja tisztítani, sajnos az a szennyeződés benn fog maradni, ugye? De hát ebben az esetben, hogyha az ultrahangos tisztító nem tudta kitisztítani ugye a csiszoló fejünket, akkor érdemes egy alkoholos, preppes, akár cleaneres, kicsi fogkefét szoktam használni. Amúgy erre a célra a gyerekemnek egy elhasznált fogkefét ugye levágtam kisebb szőrűre, ami így néz ki. Belemártam szépen az alkoholba, és szépen megkefélgetem alkohollal, ami le fogja bontani a kis zselé maradványunkat és más egyéb dolgokat, amiket ugye a víz nem tisztít. Hogy ezt érdemes-e ultrahangos tisztító előtt elvégeznie, mindenki maga dönti el, hogy ez előtte, vagy utána, vagy közte, és még egyszer visszarakod egy ultrahangos tisztításra, teljesen mindegy, rád van bízva. Nekem minden eszközből, szerszámból ugye úgy vannak készleten itt, hogy mindegyikből több van, és ugye esténként szoktam ezt a fertőtlenítést megcsinálni, nagyjából úgy néz ki, hogy telerakom ezt a kis ultrahangos tisztítót, és stb. Stb. De gyorsan ledolgozom vele, és utána jöhet a fertőtlenítés. Tehát, ha teljesen száraz és szennyeződésmentes a már a csiszoló fejeid, akkor jöhet a fertőtlenítés. Jelenleg erre a célra mikrofilot használok. Ez nem bántja az ornyálkahártyámat egyedül, úgyhogy nekem ez bevált, és ezt is használom. Viszont ugye nem mindegy, hogy mennyit használod, hogyan használod, miként használod. Jó, hiszen ebbe is, ha bent áll a csiszoló fejed, ez is ettől is simán elrozsdásodhat. Tehát egyszerűen kiraktam a fertőtleníteni kívánt szerszámaimat, eszközeimet a papírra, fogom, egyszerűen lefújom, megpróbálom, csavarok rajta egyet, hogy mindenhova kerüljön. Jó, és megvárom ugye a behatási időt. Na most a behatási idő után, tehát a behatási idő ezeknek a fertőtlenítőknek általában olyan 1 perc környékén van, tehát ez elég gyors behatási idő. Ez a fajta felület és eszköz fertőtlenítő nem hagy nyomot maga után, úgyhogy nem szoktam utólag lemosni. Tehát én ezt így szépen leterítem, ugye, amit láthatok papírt, leterítem egy másik papírral, és éjszakára hagyni szoktam. Reggel ugye előveszem. Na most ugye nyilván fertőtleníthetünk UV-val, sterilizált zacskóba is rakhatnánk, stb. Stb. Nekem ez nem áll jelenleg módomban, ezért a hagyományos fertőtlenítést szoktam alkalmazni. Na, viszont ha továbbiakban még maradna szennyeződés a frézereinkben, vagy csiszolófejeinkben, nekem nagyon-nagyon jól bevált technikám van erre, hogy mivel tudnám még letisztítani, és ez a letisztítás, kérem szépen, egy buffert jelent. Jó, egy elhasznált buffer, látjátok, ezen már van is egy lukacska. Na most én ezeket a bufferokat, amikor már úgy érzem, hogy elhasználtam, de nem ragacsos a felülete, tehát nem áll rajta semmilyen ragacsos réteg, sem zselébe nem nyomtam bele, sem semmibe, akkor egyszerűen fogom a kis csiszolófejemet, bármelyiket is fogom, mindjárt közben megfogom a csiszolófejemet, így, bekattintom, bekapcsolom egy, nincs is jelentősége mekkora fordulatszámra, és csak simán letisztítom. Jó? Belenyomom a szivacsba. Tehát én láttam múltkor erről egy olyan videót, ami egy ilyen ehhez használatos, úgymond élezőről szólt, tehát hogy ugyanez a cél, hogy belenyomod, csak ugye az nem egy puha szivacs, hanem egy ilyen habkőszerű valami, ami elvileg élezi is ezeket a csiszolófejeket. Na most, ha a keménybe fogod ezt így beletoligálni, én úgy gondolom, hogy a kemény az viszont le fogja dörgölni, vagy koptatni, tök mindegy, hogy hívjuk, ezeket a kis szemcséket, úgyhogy én ezt egyáltalán nem ajánlanám. Bár nem próbáltam ki, úgyhogy lehetséges, hogy ez egy jó dolog. Viszont ez is. Ha még arra sincs időd, hogy esetleg portalanítsd, vagy csak egyszerűen túl sok szennyeződés jött le a vendég körméről, hogy csak fogod, belenyomod a bufiba és tiszta. Tehát amikor nincs szükség fertőtlenítésre, hanem csak egyszerűen egy tisztításra van szükség, fogod, belenyomod a bufiba, leszedi a szennyeződést, és mehet tovább a munka, így érdekel. Ez egy tök jó bevált dolog. Évek óta alkalmazom, évek óta használom. Úgyhogy hajrá! Jó? Tehát figyeljetek arra, hogy az eszközeiteket megóvjátok, hiszen rengeteg felesleges pénzt költünk erre, hogy folyamatosan cserélgetjük. Nem feltétlen szükséges, ne áztassátok vízben, kefélyétek le róla a szennyeződéseket, tisztítsátok meg. Az ultrahangos tisztító nagyon-nagyon jó dolog, de ha nincsen, az se probléma, csak vízzel és egy elhasznált fogkefével kefélyétek át, mert benne vannak a szemcsék között a köröm és bőrdarabkák, úgyhogy hajrá! Jó? Tadá! Sziasztok!